Karosszéria lakatos mesteroklevelét vett át a Bonyhádi Kis János. A fiatal szakember egy műhelyt üzemeltet. Ő azért végezte el a szakmunkás diákok gyakorlati képzésére jogosító mesterkurzust, mert szerinte egyre kevesebb diák akar ebben a szakmában dolgozni. Ezen akart változtatni azzal, hogy megmutatta, a fiatalon is lehet valaki szakmája legjobbja. Hirtelen akarnak nagyon sok pénzt keresni, és nem hajlandóak végigjárni a létrát. Szerintem ez az egyik legfőbb probléma, de dolgozunk rajta, hogy ez menjen. Tollán most a Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, 10 szakma képviseletében 53-an vehettek át mesteroklevelet. Azok a szakemberek, akik megszerzik a mesterminősítést, részt vehetnek a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésében. Fischer Sándor, a kamara Tolna megyei elnök azt mondja, az elmúlt években láthatóan megnőtt a mesterképzést választók száma, ez pedig segíti a hiány szakmák felszámolását. A mesterképzés és a mesterlevél átadása, és ez segíti elő, hiszen a mestereknek a feladata az, hogy szakmunkásokat tartsanak, gyakorlati oktatásokat folytassák le, ez feltétele annak, hogy gyakorlati oktatást tegyenek, és ezért egyre többen választották az elmúlt pár évben a mestercím megszerzését. Mivel a mesterképzés szakértők szerint hatékony eszköz a hiány szakmák felszámolásában, ezért a képzést választók közül sokakat az állam is támogat. A most végzett 53 mester közül 15-en jutottak így hozzá az oklevelükhöz.